Mindenkit szeretettel köszöntünk a sokadik déli gyümölcsön. Én szeretnék nektek néhány gondolatot mondani, olvasni Nehémiás prófétának a könyvéből, aztán egy kis rövid csendességet is tartsunk majd. Nehémiás prófétának az első két fejezetében van egy néhány gondolat, ezeket szeretném olvasni. Első fejezet 11. vers, majd a második fejezetből a 19.-20. verse. Ez így hangzik: Ó Uram, legyen figyelmes a füled szolgád imádságra és szolgáid imádságára, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Adj ma sikert szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember. Itt egy kicsit megállnék, tehát ez, tudom, hogy Valentin nap, de most ez nem arról szól, hogy itt az az ember legyen irgalmas hozzánk, és hogy adj nekünk sikert. Nem erről gondoltam, hanem valami másról fogok majd szólni. A másik pedig, amit szeretnék olvasni nektek, ez a 19. verstől található, mikor oda mennek Nehémiáshoz is az ő táborához néhányan, ilyen Tobiá, meg Szamballat, meg Gesem nevű személyek is gúnyolódnak, és azt mondják, hogy mit akartok csinálni? Talán a király ellen akartok föllázadni? Én azonban így válaszoltam nekik: maga a mennyistene ad nekünk sikert, és mi az ő szolgáiként kezdjük el az építkezést. Itt ebben a két igeversben, amit olvastam, vagy két szakaszban, amit szeretnék kiemelni nektek, ez itt a hívő embernek az életében az, hogy hogyan viszonyulunk mi a hatékonysághoz, a sikerhez, az előrejutáshoz, és hogyan tekintünk magunkra meg arra, hogy Isten mi az, amit kezd velünk, meg akar kezdeni velünk. Amelyik ötök ismeri, vagy ha valaki esetleg nem ismerni, Nehémiás egy olyan személy volt, aki egy távoli fogságban élt, aztán jöttek hírek az ő otthonáról, hazájáról, és az, hogy mennyire le van rombolva Jeruzsálemnek a várfala, és ez megérintette őt, és aztán ez benne úgy formálódott, és azt mondta, hogy valamit kellene tenni. És akkor mondja ezt, hogy adj ma sikert szolgádnak, és add, hogy legyen hozzám irgalmas az az ember, az az a király. Hogy a mi életünkben jó, hogyha vannak ilyen víziók, látások, elképzelések, hogy mi az, ami felé szeretnénk haladni, valamilyen terveket kitalálni a mi életünkbe, és aztán pedig elindulni azon. Ha valaki elolvasta Nehémiás könyvét, akkor látja azt, hogy nem tudott előre mindent, hogy mi fog történni, hogy milyen külső, belső harcok, támadások lesznek, hogyan nehezítik meg mások a munkájukat. Mégis elindult ezen az úton. És azt szeretném most így a szívünkre helyezni, hogy mi is tudjunk így lépni. Tegnap este folyamán Facebookon beszélgettem egyik régebbi barátommal, egy gépészmérnök férfi, fiatal ember, és hát kicsit el volt keseredve, hogy ő már nem igazán kedveli ezt a munkát, amit csinál, és hogy lehet, hogy jobb lett volna inkább közlekedés gépésznek lennie, vagy közlekedés mérnöknek lennie. És ugye most a napokban van a felvételi határidő, holnapi nap, ugye? Évfélig, vagy meddig van. És hogy most megint erről is lehet, hogy lecsúszik, és megint nem tudja megpróbálni. És akkor így, ahogy beszélgettünk, azt mondtam neki, hogy legalább itt van egy napod, legalább próbálj meg valamit csinálni. És akkor legfeljebb nem biztos, hogy mindenben előre felvesznek, de legalább megpróbáltad. Legalább elindultál, és nem fogod azt mondani folyamatosan, hogy nekem nem jön össze semmi, és én nem tudok megvalósítani semmit. Lehet, hogy felvételiről van szó, lehet, hogy valami kapcsolatról, lehet, hogy valahova elindulni kellene neked. Én nem tudom, hogy mi az, ami neked sikert, eredményt, hatékonyságot jelenten az életedbe, de merjünk lépni, és merjünk elindulni, és azt mondani, hogy hát megpróbálom, legfeljebb sikerül. Hajtsuk meg fejünket, és mindannyian így magunkban, csendben kicsit gondolkodjunk, és én fogok majd röviden imádkozni. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te a mi életünk során adsz olyan időszakokat, olyan benyomásokat, hatásokat, amelyeken keresztül mi formálódhatunk, alakulhatunk, amin keresztül
a mi életünket előrébb viszed. Köszönjük neked, Urunk, hogy megadod nekünk a döntésnek a szabadságát, a lehetőséget, és köszönjük, hogy azért is tehetünk, hogy előrébb jussunk, hogy jobb emberré váljunk. És köszönjük azt is, hogy azért is imádkozhatunk, hogy sikerünk legyen, hogy a sikert te add a mi életünkbe, és köszönjük, hogy azt is mutatod, hogy mindenhez fontos az is, hogy téged kövessünk, te utadon járjunk. Kérünk, hogy ebben segíts, ebben vezess bennünket ma is. Amen. Most az este következő részében előadást fogunk meghallgatni Batiz Andrástól, aki a személyes varázs titkáról fog beszélni. András, szeretettel köszöntünk, és mondd el mindazt, amit benned van, amit szeretnél. Sziasztok, Batiz András vagyok, ahogy ezt, bocsánat, hogy... Ahogy ezt Zsolt bejelentette, és azért jöttem, hogy a személyes varázs titkáról beszéljek nektek, ami manapság egyre fontosabb, és biztos vagyok benne, hogy titeket is nagyon érdekel, és hogyha figyelni fogtok a következő 45 percben, akkor biztos, hogy számtalan olyan hasznos tanácsot fogtok hallani, amit utána fel tudtok majd használni, és ami a javatokra fog válni. Ebben fogok megpróbálni nektek segíteni, ha el nem unjátok. Mert ha így folytatnám, akkor valószínűleg elunjátok. Kezdjük el előről. Sziasztok, Batiz András vagyok, és azért mutatkoztam be így az előbb nektek, mert majdnem biztos vagyok benne, hogy ha valaki így beszél, hogy én beszéltem az előbb, az néhány kérdést felvet. És akkor elkezdtek nézni valakit, és így szól hozzátok, akkor biztos vagyok benne, hogy ha mi olyasmire gondoltok, hogy de jó ég, hogy fog tudni én erre az emberre figyelni egy percnél tovább. És hát ez teljesen helyén való, mert így nem lehet beszélni. De mégis sokszor látjuk, hogy lehet. És sok ember kiáll más emberek elé, vagy találkozik más emberekkel, így beszél. Aminek persze sok oka lehet, de egy biztos, hogy személyes varást így átadni nagyon nehéz. Mert hogy, ha minden igaz, de nem tudom, majd ti megmondjátok, ha vagytok hozzá elég bátrak, valószínűleg úgy láttátok, hogy amit és ahogy csinálok, az meglehetősen merev, gyenge, hideg, érdektelen. A számtalan olyan dolgot érezhettetek, ami semmiképpen sem az, amit az ember személyes varázsként vár egy másik embertől. És hát én azt gondolom, hogy a személyes varázs az valami olyasmi, ami ezeknek az ellentétje, és arról szeretnék ma este veletek beszélni, hogy tulajdonképpen mi maga ez a személyes varázs, vagy bár tudom, hogy ez a mi értelmezési keretünkben kicsit más jelent, mi az a karizma, és hogy meg lehet ezt valamilyen módon egyáltalán tanulni? Lehet-e ebben fejlődni? Mert hogy meggyőződésem, hogy ha a személyes varázsunkat tudjuk használni, akkor ez a legnagyobb esélyünk arra, hogy másokat meggyőzzünk, vagy elbűvöljünk. És biztos vagyok benne, hogy a legtöbb, nem tudom, hogy kérdeztem a Gyuszit az elején ott kint, mikor a kis szobában felszereltem magamra ezt a mikrofont, hogy hány évesek azok, akik itt bent ülnek, hogy iskolások még, vagy már dolgoznak. Aki gimnazista, az feltenné a kezét egy pillanatra? Ki az, aki még középiskolás? Aha, jó. Ki az, aki esetleg már egyetemre jár, vagy valamilyen felsőfokú? Aha. És aki itt dolgozik? Na, hát igen, az már, Béla, neked is fel kellett. Valahol neked is fel kellett, hát mégiscsak a munkához áll legközelebb. Jó, szóval, hogy azért minden korosztály képviselteti magát valamennyire, de majdnem biztos vagyok benne, hogy egy mai fiatal már a gimnáziumban is, de már az egyetemen főként, és később, amikor munkát keres, vagy amikor megpróbál érvényesülni a munkahelyén, akkor az felteszi azt a kérdést magának, hogy elég meggyőző vagyok-e? Van nekem személyes varázsom? Meg lehet ezt tanulni, vagy eleve, amikor megszülettem, akkor eldőlt, hogy én le fogom-e tudni nyűgözni az embereket, vagy nem. És ha meg lehet tanulni, akkor mit kell csinálni azért, hogy ebben előre tudjak lépni. És javítsatok ki, hogyha tévedek, de szerintem az embernek persze nincs összehasonlítási alapja legfeljebb, amit másoktól hall, de minden korábbi időszaknál inkább igaz ez most. Tehát teljesen átalakult szerintem a világ, abban az értelemben legalábbis mindenképp, hogy mi számít, amikor az ember valamit megpróbál elérni.
Tehát ma már sokkal kevésbé elég az, hogyha az ember megtanulta a leckét, jól tanult az iskolában, megvannak a megfelelő jegyei, és akkor magától értetődően majd fog kapni valamilyen neki megfelelő, az ő képzettségéhez, érdeklődési köréhez megfelelő állást. Ez ma már nem így van. Vagy ez baj-e, vagy nem, az egy másik kérdés, de sokfelé oktatás szociológusok beszélnek erről, hogy ez megváltozik. Az oktatás, ami teljesen új irányba kell, hogy lépjen, mert ami régen igaz volt, hogy bemész az iskolába, és sokat tanulsz, akkor végén lesz egy, és jól tanulsz, akkor lesz egy jó állásod, ma már ez nem igaz. Ma már történhet bármi, és lehetnek a legjobb jegyeid, és mégsem vesznek fel. Tehát kiderül, hogy önmagában az, amit eddig hittünk arról, hogy mi a teljesítmény, és hogy mit kell csinálnunk annak érdekében, hogy jól működjünk az életben, az nem igaz. És ezt számtalan oldalról meg lehet nézni. Meg lehet nézni például arról az oldalról, hogy amit tanítanak nekünk, hát az nem pont feltétlenül az, amivel utána érvényesülni tudunk az életben. Nagyon érdekes volt hallgatni egy előadást arról, hogy mi az, amit az iskola elvesz tőlünk. Láttam egy internetes felvételt, ahol erről volt szó, egy angol oktatás szociológus Ken Robinsonnak hívják, és Ken Robinson arról beszélt, hogy amikor bemegy a gyerek az iskolába, akkor elképesztően kreatív, és mikor kijön az iskolából, akkor minden kreativitását elveszik tőle. És van egy másik nagyszerű ember, aki az én lelkemhez nagyon közel áll, őt hívják Kings Johnstonnak, ő improvizációs színházzal foglalkozik, saját magáról írja le azt a történetet, hogy amikor főiskolára került, egy nagyon jó tanár kezei közé került, és ez a tanár elkezdett velük csináltatni egy feladatot. És a feladat abból állt, hogy papírra le kellett rajzolniuk, hogy hogy nézne az ki, hogyha egy bohóc egy egykerekű biciklivel átmenne ezen a papíron. Nem a bohócot kellett lerajzolni, hanem a kerekének a nyomát. És borzasztóan feszélyezte ezt a Johnston nevű embert, ez mert őt nem nagyon tudja megmutatni, hogy milyen frankon tud rajzolni. És kínlódott vele, kínlódtak vele a többiek is, és utána még további feladatokat adott a tanár ezzel kapcsolatban. És nagyon nehezen tudták megoldani, mert egyszerűen olyanokat kér, milyen mintákat rajzolhat ez a kerék, akkor ezt színekkel kellett valahogy. És a végén a tanár, mikor kész lettek, sok kínlódás árán, a tanár elővett egy csomó papírt a szekrényből, ami gyönyörű ábrák voltak, ugyanilyen ábrák, hogy a kerék jön, megy, a minta, amit lerajzolhat, a színek. 8 éves gyerekek csinálták. Ők meg felnőttek, főiskolások voltak. És kivételesen jól látszott, és ennek az embernek ez egy nagy tanulság volt az egész életére, hogy mennyi mindent vesz el tőlünk az oktatási rendszer, és az a hihetetlen sok kreativitás, ami egy 8 éves gyerekben van, nem tudom, hogy a fiatal emberek hány évesek, ti hány évesek vagytok? 17. Te 8? Akkor vélhetően te vagy a teremben a legkreatívabb. És még te is, de aztán a többiek, hát lehet, hogy nem tudjuk. Szóval a lényeg az, hogy nagyon sok mindent elvesz tőlünk az oktatás, és egész biztos, hogy az, amiért az oktatás ilyen, ez egy másik előadásban érdekesen magyarázta el egy indiai származású angol tudós, az az, hogy régen arra volt szükség, és főleg az angol száz típusú oktatásban azért olyan, amilyen, mert nagyon uniformizált, egymáshoz hasonló embereket kellett képezniük. Arra volt szükség egy hatalmas nagy világbirodalomnak, hogy a különböző pontjain a világnak az oda kirendelt bürokraták ezt a birodalmat működtetni tudják. Gondoljatok bele, nem volt telefon, nem volt internet, nem volt számítógép, nem volt semmi, amivel kommunikálhattak volna, csak szépen írogattak a nagy könyveikbe, és aztán azt elvitte a hajó egyik pontról a másikra. Fenn kellett tartaniuk egy hihetetlen nagy kiterjedt államigazgatást, amit ma is hát látjuk hány sebből vérzik a millió egy bonyolult megoldás segítségével is. És olyan emberekre volt szükség, akik nagyon hasonlóak egymáshoz, és nagy biztonsággal ezt a rendszert fel tudják építeni és működtetni tudják. De ma nem ilyen emberekre van szükségünk. Mármint a társadalomnak. A lényeg az, hogy ma minden korábbinál nagyobb ereje van annak, hogy az ember hogy tudja magát megmutatni, amikor egy olyan helyzetbe kerül, hogy vegyék fel egy munkahelyre, hogy próbáljon meg eladni egy ötletet, amit szeretne megvalósítani. És nem azt fogják nézni, hogy hányasa volt matematikából, hanem azt fogják nézni, hogy amit ott és akkor csinál, az mennyire meggyőző. És persze, hogy az a kérdés, hogy az embernek van-e ehhez megfelelő személyes varázsa, van-e megfelelő karizmája, és ezzel meg tudja győzni, le tudja venni a lábáról azokat, akik vele szemben ülnek. És én azt állítom nagyon határozottan, olvasmány élményeim és a tapasztalataim alapján, hogy ezt igenis lehet tanulni, és bár vannak vele született elemei,
van, akinek ez könnyebb, de nincs olyan ember, aki ne tudna legalább egy kicsit másokat elbűvölni, és másokat megnyerni annak az ügynek, amit ő fontosnak tart. És azt gondolom, hogy ha három dologról beszélünk a következő 35-40 percben, akkor a végére talán ti is így fogjátok gondolni. És egyrészt arról szeretnék nektek beszélni, hogy az emberek hogyan figyelnek egymásra. Tehát, hogy ti mikor hallgattok engem, vagy hallgattok mást, akkor mi és hogy hat rátok abból, amit valaki veletek szemben csinál. Másrészt arról szeretnék beszélni, hogy mit is gondol, csak nagyon címszavakban a tudomány, erről a bizonyos személyes varázsról. És harmadsorban arról szeretnék beszélni, hogy a tanulható részét ennek, azt hogyan lehet alkalmazni. Persze beszélni könnyű róla, nem tudom, hogy, sőt biztosan tudom, hogyha csak az ember elmondja, abból nem lehet megtanulni, de hát ha lesz arra is módunk, hogy egy picit kísérletezzünk ezzel. Szóval ez a három témánk lesz. És az az igazság, hogy benne volt ebben a meghívóban, amit bizonyosan olvastatok, hogy én kommunikációs tréner vagyok, legalábbis ebben a pillanatban ez igaz rám ez az állítás. Hogy amiről igazán tudok és szívesen is beszélek, az a kommunikáció. És akkor szokták kérdezni, hogy miért fontos ebben foglalkozni a kommunikációval? Lehet ezen valamit tanítani, vagy átadni? Hát mindenki kommunikál, Magyarországon meg aztán pláne mindenki mindenhez baromira ért. Ugye mindenki meg tudja mondani, hogy hogy kell focizni, mindenki nagyon tudja, mindenki nagyon érti, hogy hogy kéne az országot elvezetni, ebbe is jók vagyunk, és általában ez az egyetlen olyan főváros a világon, de ezt nem ellenőriztem, ahol két IKEA is van. Mert hogy mi a magyarok a legnagyobb lakberendezők, mert nagyon tudják, hogy hogy kell. Mindenhez értünk a kommunikációhoz is. És egy tény, hogy az életünkben ez az, amit a legtöbbet csinálunk. Tehát olvastam egy kutatást, nem tudom igaza vagy nem, majd mérjétek le, és akkor saját életetekből látjátok, hogy az ember az ébren töltött idejének a 70%-ában kommunikál. Persze az a kérdés, hogy mit értünk kommunikáció alatt, és négy részre lehet ezt a 70%-ot osztani. Az olvasásra, az is egyfajta kommunikáció, hiszen mások hozzánk intézett üzeneteit elolvassuk. Az írásra, amikor mi fordulunk másokhoz, jó dolgunkban vagy rossz dolgunkban, ha ez egy vizsga. És akkor van még két másik elem, amikor beszélünk valakihez, meg amikor hallgatunk másokat. Ugye ez az utolsó kettő, ez az igazi kommunikáció, vagy legalábbis amit én nagyon élvezek, igazából mindkét részét egyébként, de ezt érdemes vizsgálnunk. Általában ennek a 70%-nak, amit kommunikációval töltünk, ennek a 75%-át ezt vagy beszéddel, vagy figyeléssel, hallgatással töltjük. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag életünk döntő többségében, alvás után ezt csináljuk a legtöbbet. Vagy beszélünk másokhoz, vagy hallgatjuk, hogy mások mit mondanak nekünk. Tehát ebből elég világosan következik, hogy ez az a tevékenység, amelynek során a legnagyobb hatást tudjuk másokra gyakorolni. Jó, nyilván vannak kivételek, mert valaki ír egy fantasztikus könyvet, vagy előállít egy fantasztikus művészeti alkotást, vagy sorolhatnánk, tehát van persze kivétel, de ez minden ember számára a legjobb lehetőség. Beszélni másokhoz, és hallgatni másokat. És akkor érdemes megnézni, hogyha ez megtörténik, tehát kommunikálunk egymással, akkor ezt milyen módon értékeljük a másik emberben. És nagyon érdekes, hogy nem csak az érdekes, milyen módon, hanem hogy milyen gyorsan kialakul véleményünk valakiről. Az elején próbáltam mutatni egy kevésbé meggyőző valakit itt a fényárban, de egy biztos, hogy nem is kellett volna olyan hosszú ideig mondanom, elég lett volna annyit mondanom, hogy sziasztok, és már lett volna egy nagyon erős véleményetek rólam. 2 másodperc alatt az ember véleményt alakít ki egy másik emberről, hogyha meglátja, ha elkezdi hallgatni. 2 másodperc az ennyi. És kész. És nem kell hozzá több idő. És az a vicces, hogy azt gondolnánk, hogy ebben nem vagyunk elég jók, de elég jó magabiztossággal, és néha elég jó hatásfokkal tudunk másokról így valós benyomást szerezni. Csináltuk egy érdekes kísérletet Amerikában, egyetemisták között, következő volt a kísérlet. Megkérdeztek egyetemi hallgatókat, hogy mi a véleményük a tanáraikról. Hát ezt ők szépen elmondták, biztos volt benne jó és rossz is, de ezeket a tanárokat felvették videószalagra, és a felvételt azt elvitték más egyetemi hallgatókhoz, és levetítették nekik. Először egy több perces részt képpel, hanggal, utána egy rövidebb részt képpel, hanggal, utána egy egész rövid részt, 10 másodpercet, úgy, hogy látni és hallani is lehetett a tanárt, és a végén egy néhány perces részt hang nélkül.
És azt vizsgálták, azt nézték, hogy vajon mennyire jutnak hasonló következtetése azok, akik csak a videófelvételről látják ezeket a tanárokat, mint azok, akik egyébként szemeszteren vagy több szemeszteren keresztül hallgatják a tanárt. És arra jutottak, hogy még azok is, akik egy egész rövid, pici néhány másodperces hang nélkül lejátszott felvételt láttak, még ezek is nagyon pontosan meg tudták mondani, hogy milyen az a tanár. Tehát, hogy nem 100%-os pontossággal, nyilván kevésbé pontosan, mint azok, akik 10 percig nézhették, de minimális elég volt. Az ember villámgyorsan alkot ítéletet, és ez az ítélet sokszor helyes. És az a baj, hogyha nem helyes, akkor is az ember azt csinálja, hogy mikor van egy képe valakiről, akkor utána, egy első képe, akkor utána nem azon igyekszik, hogy hát, ha ezt lehetne árnyalni, és valami más benyomást is szerezni erről az emberről, hanem arra gyűjti a bizonyítékokat, hogy az az ember, akivel éppen beszél, vagy akit hallgat, az olyan, ami ennek ő gondolja. Na most ez aztán életveszélyes, mert innentől kezdve már csak azt próbáljuk igazolni, hogy igen, nekünk igazunk volt, az, akit hallgatunk, az ilyen, olyan, amolyan, nem akarom sorolni a negatív dolgokat. Szóval ez kettős dolog, de egy biztos, hogy gyorsan és elég pontosan alkotunk véleményt. Egy másik érdekes szám, hogy ha valaki elkezd nekünk beszélni, akkor körülbelül 2 perc alatt nagyon pontosan el tudjuk dönteni, hogy akarunk-e rá figyelni, vagy nem. Tehát most már több mint 2 perce beszélek, már rég meghoztátok ezt a döntést. Lehet, hogy van, aki már várja, hogy elővehetné a telefonját, megnézhetné, hogy mi hír a nagyvilágban, vagy hogy mikor jön már utána a koncert, ugye koncert, jól tudom, hogy zene lesz utána. Ez már rég eldőlt, hogy aki unja, az nyugodtan nézheti a telefonját, nem fogok megharagudni érte. Ezt eldöntjük 2 perc alatt, nem kell nekünk hozzá több idő. De még több egyéb problémánk is van. Például az, hogy teljesen túlértékeljük a szavainknak a jelentőségét. Ha meg is kérdezek benneteket, hogy mit gondoltok, hogyha valaki ideális beszél hozzátok, akkor 3 dolgot láttok, hallottok belőlem. Láttok, tehát látjátok, hogy hogy nézek ki, hogy vagyok felöltözve, mit csinálok. Tehát van egy erős vizuális kép. Halljátok a hangomat, és halljátok a szavaimat. Tehát értelmezni tudjátok, remélem, azt, amit mondok. És az a kérdés, hogy melyik, tehát a szavaim, a hangom, vagy a vizuális kép rólam, melyik milyen erővel nyomalatban, vagy súllyal nyomalatban, amikor kialakul rólam bennetek valamiféle benyomás. Tehát tétezünk, hogy 100% az a benyomás, ami kialakul rólam bennetek. Mekkora részért felelős, azt csak egyet kérdezek, hogy mit mondok a szavaim. Ki gondolja, hallottam egy tippet, egy halk, de határozott tippet, ki gondolja, hogy amit mondok, az 10%-ánál többért felelős annak, amit rólam tapasztaltok. Vannak egy pár, amit próbáltam úgy irányítani. Hát 10%-nál kevesebb, tehát 7%. Minden kutatás azt mutatja, hogy amikor kialakul rólatok bárkiben, bárkiről, mondjuk rólam egy kép, akkor abban összesen 7% szerepet játszanak a szavak. Ez a kutatás ez régen készült, és elég sokan ismerik egyébként, lehet, hogy a jelenlévők közül is. De érdekessége, hogy bármikor csinálják meg, ugyanaz az eredménye. Tehát nem nagyon változik ez. És hát ebből azért van egy-két tanulság, amit levonhatunk, például, hogy túlértékeljük, hogy mit mondunk, és alulértékeljük, hogy hogyan mondjuk azt. Pedig nektek, akik hallgatjátok, ez az utóbbi 2 fontosabb. Persze gondolhatná valaki ebből, hogy aha, tehát akkor tök mindegy, hogy ki mit mond, de nem ez a tanulsága ennek, mert azért ez nagyon nem mindegy. Az nem mindegy viszont, hogy a hogyan az működik, vagy nem. Mert hogyha egy példát akarok mondani, mondjuk telefonon beszélgetünk, Zsoltal, felhívom és valamit el akarok neki mondani, és elmegy a vétel, akkor nem fogja hallani, hogy mit mondok. És mondhatom, a világ legfontosabb dolgait akkor sem fog hozzájutni. És a kommunikációban ugyanez a hang és a test, vagy a hang és a látvány. Ha nincs, akkor nem halljátok meg. Persze ennek kockázata is van, mert hogyha jól működik az ember hangja, és meggyőző az, amit mutat, akkor aztán meghallják, amit mond. Tehát ha akkor nincs semmilyen tartalma a szavainak, akkor biztos, hogy lebukik. Előbbi esetben, hogyha meg se hallják, akkor szinte mindegy, hogy mit mond, hogy mit nem hallanak meg. Tehát a lényeg az, hogy ennek nem az a jelentőség, nem az a következtetés ebből, hogy nem fontos, hogy mit mondunk, hanem az a következtetés, hogyha el akarjuk juttatni azt, amit mondani akarunk, ahhoz azt megfelelő erővel és megfelelő fizikai alátámasztással, hanggal és külső jegyekkel kell csinálni.
Nagyon érdekes, hogyha most persze gondolkodtok magatokban, hogy igen, itt van ez az András, ezt mondja, hát lehet, hogy esetleg a tévében így van, vagy lehet, hogy így van, tudom én, valami előadásban, vagy tudom, de hát az életben azért biztos, hogy nem van egyértelmű. Csak egy példát hadd mondjak el, ami igazolja, hogy így van az életben is, nagyon erősen. Azt nézték egy vizsgálatban, hogy milyen megfontolásból perelnek be műhibát elkövetett orvosokat azok az emberek, akiken a műhibát elkövették. Tehát a műhibák áldozatai. Na most tudjuk, egy orvosi műhibának jelentős következményei lehetnek, például bele lehet halni. Csinál, aki belehal, már nem perel, de van hozzátartozója, aki igen. Vagy akiben olyan egészségkárosodás következik be a műhiba miatt, ami miatt az élete ellehetetlenül, vagy sokkal nehezebbé válik, az bizony előfordul, hogy perel. És azt mondja, hogy már pedig szeretném, hogyha az az orvos, aki elkövette ezt velem, az azért fizetne. Szerintem ez normális. Normális, hogy az orvosnak is felelősséget kell vállalni a tetteiért. Az a nagyon érdekes kérdés, hogy vajon mi alapján perelnek be egy orvost? Az alapján, hogy milyen eséllyel, milyen gyakran követel műhibát, vagy valami más befolyásolja ezt. És arra jutottak a kutatók, hogy azokat az orvosokat, akik normálisan beszélnek a betegeikkel, azokat még akkor is kevésbé perelik be, ha egyébként jellemzően elkövetnek műhibákat. Azokat az orvosokat, akik odafigyelnek a betegre, amikor beszélnek velük, és olyan szavakat használnak, vagy olyan kifejezéseket, hogy például most ezt és ezt fogom önön végrehajtani, most így és így fogom megvizsgálni, most ez és ez fog történni, és időben valamivel többet szánnak a betegeikre, mint a többiek, átlagosan 3-3,5 perccel, azokat nem perelik be. Sokkal kevésbé. Akiket szeretnek, azokat nem perelik be. Márpedig akik kedvesek velük és odafigyelnek rájuk, azokat szeretik a betegek. És kiderült, hogy ennek nagyon erős köze van a hangjukhoz, hogy milyen tónusban beszélnek. És kiderült, hogy a domináns hangú orvosokat, akik hangosan és határozottan beszélnek, azokat szeretik beperelni, és a kedves hangú orvosokat nem szeretik beperelni. És persze ez mulatságos hangzik, de azért amikor arról van szó, hogy valakin elrontott valamit egy orvos, akkor már azért nem ilyen pici ennek a jelentősége. És amikor arra gondolunk, hogy vajon van-e jelentősége annak, hogy milyen benyomást teszek másokra, nem csak a tévében vagy egy előadásnál van jelentősége, hanem az élet millió egy területén. 70% kommunikáció, ne felejtsétek el. Szóval összességében ezzel csak azt akartam mondani, hogy az egyetlen, és nem az egyetlen, de amikor a legfontosabb területe annak, hogy a személyes varázsunkkal, ha van olyan, másokat lenyűgözünk, az a kommunikáció. Ha valakivel beszélünk, vagy valakire figyelünk, vagy ennek a kettőnek valamilyen kombinációját csináljuk. Figyelni is lehet úgy egyébként, zárójelbe teszem hozzá, hogy azt értékeli az, aki beszél, meg úgy is lehet figyelni, hogy nem. Attól függ persze, hogy az ember nem mindig van tudatában, van, aki így figyel, de ettől még figyel, én tudom. Csak egy zárójeles megjegyzés, sokszor vannak ügyfeleink, akik ugye prezentációs felkészítésre jönnek hozzánk, tehát előadói készségfejlesztésre, és mondják, hogy ez szörnyű, nem bírják elviselni, amikor beszélnek valakinek, vagy egy csoportnak, és valaki így ül, hogy ez borzasztó, és ez idegesíti őket, és mindig mondjuk, hogy ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy ez az ember nem figyel. Hát nekem is volt már olyan tapasztalatom, hogy valaki így ült, és a végén odajött és kérdezett, tehát kiderült, hogy figyelt. Az embernek úgy kell gondolnia, hogy mindenki, aki itt van, figyel, az is, aki egyébként nagyon mereven néz, vagy nem is néz, hát lehet, hogy csak hallgat. Szóval egy szó mint száz, kommunikáció és mindaz, amit erről tudnunk kell, az jelentősen befolyásolhatja azt, hogy a személyes varázsunkról mit gondolunk. Fontos tudnunk, hogy nincs időnk hosszan várni vele, az emberek, amikor beszélünk hozzájuk, rögtön véleményt fognak rólunk alkotni, sokszor sajnos helyes véleményt fognak rólunk alkotni, de ha tévednek, avval se járunk sokkal jobban, és hogy nem csak az a lényeg, hogy mit mondunk, hanem az is fontos, hogy hogyan mondjuk. És a kommunikáció minden területén, az élet minden területére van ennek hatása. De beszéljünk egy kicsit erről a személyes varázsról. És én utána olvastam, akkor kitaláltuk a Gyuszival, hogy ez legyen a címe annak, amiről beszélni fogok nektek. És ez az nagyon érdekes területe az életnek, amit úgy mindenki, szerintem aki itt ül, beleértve a legfiatalabbakat is, meg tudnák mondani, hogyha valaki ott áll előttük, hogy ez most valamennyire karizmatikus ez az ember, vagy van kisugárzása, vagy nem. Tehát ezt az ember érzi. De közben a pszichológusok, akik egyébként ezt kutatják, ezek nincsenek, nem egyértelmű számukra, hogy ez pontosan mi is.
Tehát nincs egy elmélet, hogy karizma, kettős pont, egyenlő, X plusz Y per és zárójel plusz. Nincs ilyen, tehát nem tudják ezt megmondani. Különféle teóriák vannak, összeírtam egy párat. Ugye a legfontosabb azt nézni, és ez az érdekes kérdés leginkább, hogy ugye velünk születik-e vagy nem. Ez a legfontosabb. Van esélyünk, vagy teljesen eldől. Hát egy része velünk születik, azt mondja egy pszichológus, aki kisgyerekeket, csecsemőket vizsgál, hogy a 4 hónapos korban meg lehet mondani azt, hiába néztem, ezt nem derült ki, hogy miből, hogy mennyire lesz a gyerek felnőtt korában magabiztos, élettől duzzadó, energikus. Tehát vannak jelek, amik erre utalnak már egészen pici korban, ami hát leszámítva a magzati korban töltött időszak, ugye kevés tanulás történik. Bár történik akkor is tanulás, de hát ez biztos, hogy valami velünk született adottságra utal. De mindenki egyetért abban, hogy a tanulható faktor, vagy a tanulható része az legalább ilyen fontos. És akkor van, aki azt gondolja például, hogy a személyes varázs az valamiféle ilyen ellentmondásosságból fakad. Hogy valaki egyszerre kemény, de sebezhető például. Tehát egy ilyen két ellentétes tulajdonságnak egyszerre van a birtokában. Vagy mondjuk szívélyes, de határozott. Ez például ezt az utóbbit az amerikai elnökre mondják, a mostani amerikai elnökre, aki egy nagyon szívélyes ember, de nagyon határozott politikus egyébként, és ugye kettősség adja a személyes varázsát. Akkor mondják azt, hogy 6 tulajdonság egyensúlya. Van, aki ezt bővíti, és akkor 6 tulajdonságot talált. Ezt muszáj innen puskáznom. Az érzelmi kifejező erő, a lelkesedés, az ékes szólás, a magabiztosság, a jövőbe látás, ezt ne kérdezzétek, és a másokért való felelősségvállalás, hogy E6-nak valamilyen féle kombinációja a személyes varázsunk. Ugye érdekes ebből az, most nem belemenve nagyon mélyen a részleteiben, hogy ennek tulajdonképpen hát az érzelmi kifejeződő mindenképp, az ékes szólás, a magabiztosság, a másokért való felelősségvállalás, ezek mindenképpen tanulhatóak, a lelkesedés meg tettethető, ami nagyon fontos, erre mindjárt ki fogunk térni. Tehát, hogy tulajdonképpen a 6-ból 5 olyasmi, amit lehet befolyásolni. Most vagyok a tettetésen, de azt hiszitek, hogy ez nem jó, de majd mindjárt elmondom, hogy miért jó. Egyébként van ez a Steve Jobs nevű ember, akiről biztos mindannyian hallottatok, mert bár szegény már meghalt, de ugye neki köszönhetjük az iPhone-t, meg az Apple sok termékét. Ezt is például, ami itt van, meg ami ott van. És ő például, ugye ő a nagy, az előadói készségek elképesztő hírű, avatott szakértője. Tehát ennek számított, és minden előadását, amit láttak, azt úgy zárták szívükbe az Apple rajongók, hogy a guru megszólalt, tehát hogy aki tényleg fantasztikusan tud prezentálni. És tényleg remekül, nagyon jól csinálta. Egy dolgot nagyon fontos hozzá tudni, hogy egy 10 perces prezentációt volt, hogy 10 órát gyakorolt. Tehát, hogy nem úgy volt, hogy kiállt és így, hanem felkészült. És nagyon érdekes, hogy minden tapasztalatom azt mutatja, hogy a siker egyenes arányban nő akkor, hogyha az ember gyakorolja azt, amit el akar mondani. Úgyhogy például mondok egy példát, voltunk egyszer egy üzleti konferencián Prágában, ott kellett valamit segítenünk, és több külföldi ember tartott előadást. Innen-onnan érkeztek, egy nagy cég különböző képviselői voltak, és legalább 8-10. És lehetőséget biztosítottak a szervezők, hogy előző nap délután próbáljanak azok, akik beszélni fognak másnap. És ketten mentek le próbálni. Az összes többinek élvezhetetlen volt az előadása, ezért a kettő jó volt. Úgyhogy ez a Jobs is tudott valamit, meg van ebben valami, szóval az nem úgy működik, és az életben semmi nem úgy működik, hogy hát, vagy jó lesz valahogy, hanem az komoly gyakorlás van mögötte, hogy működjön, és bizonyos értelemben komoly önfejlesztés van mögötte, hogy működjön. És van egy harmadik, vagy egy sokadik teória, ami szerintem a legjobban közelíti ezt a személyes varást, és ide akartam kiukadni, ezt megint egy pszichológus találta, de egyébként ezek összefüggenek nyilván egymással, aki 3 tényezőt azonosított, és azért választottam ezt, mert a 3-at azt könnyű megjegyezni, a 4-et már szinte lehetetlen. És a 3 tényező az a következő. A melegség, tehát a pozitív kisugárzás, az erő és a jelenlét. Angolul ez a jelenlét egy sokkal jobb szó, angolul presence-nek mondják a jelenlétet, ami nem tudom, nekem jobban kifejezi azt, mint magyarul a jelenlét szó, de lehet, hogy mondjuk az aktív jelenlét, akkor így fogalmazok, eztán 2 szóval össze lehet hozni. És ennek a 3-nak az egysége a személyes varázs.
És ugye a melegség meg az erő, tehát most meg, ha matematikailag írnánk föl, akkor úgy írnánk föl, hogy melegség plusz erő per jelenlét egyenlő személyes varázs. És akkor végig mehetnénk azon, hogy ezen tulajdonképpen mit is értett ez a hölgy, akitől ezt olvastam. Pontosabban az én saját tapasztalatom meg a különböző ezzel kapcsolatos tréningeken szerzett benyomásaim ezt hogyan támasztják alá, és hogy hogyan tehetik mondjuk kipróbálhatóvá. Tehát, hogy mit kell csinálni, miről is szól ez a gyakorlatban. Tehát beszéltünk arról, hogy a kommunikáció az, ahol meg tudjuk mutatni. Beszéltünk arról, hogy sokan sokfélét gondolnak a személyes varázsról, de hogyha ezt a hármas egységet választjuk ki, akkor valószínűleg jó nyomon járunk. Melegség, erő és a jelenlét. És akkor egy pár szót kicsit részletesebben beszélünk arról, hogy akkor hogyan is lehet ezt megcsinálni. Ugye ezt nagyon egyszerű belátni, hogy van három fázis időben. Van, amikor valamilyen kommunikációs szituáció előtt vagyunk, van, amikor alatta vagyunk, és van, amikor utána vagyunk, vagy amikor kommunikációs szituációk között vagyunk. És akkor végigmennék, hogy mikor mit érdemes. És kezdjük azzal, hogy mit csinálhatunk a kommunikációs helyzet előtt. Ugye arról beszéltünk, hogy lehet felkészülni. És amikor a tettetést mondtam, akkor sokan mosolyogtak közületek, pedig most pont arról szeretnék benneteket meggyőzni, hogy a tettetés az előbb-utóbb olyan módon is meghozza a gyümölcsét, hogy az ember azzá válik, amit mutat. És ez messzire vezet, de hogyha onnan kezdjük, hogy ez a jó kedvem van, mosolygok, jobb kedvem lesz, hogy ez mind a két állítás igaz, akkor jó irányból indulunk el. Ugye ez világos nyilván mindannyiótok számára, hogyha az ember vidám, akkor mosolyogni fog. Jó kedve van, amit élvez, valami szórakoztató számára, akkor ezt kifejezi ezzel a gesztussal, amit hosszasan kutattak, hogy egyébként honnan jön, mert az állatok nem mosolyognak, például csak mi mosolygunk, de miből származhat ez. És... De aztán, hogy az orosz nem mosolyog? Nem kérem azt a mosolyt, ha lehet választani. A lényeg az, tehát ez világos, jó kedvem van mosolyog, de azt találták kutatók már sok évvel ezelőtt, hogy fordítva is igaz a dolog. Ha mosolygok, jobb kedvem lesz. És ezt egy nagyon vicces kísérlettel igazolták. Csináltak két csoportot, itt ültek két oldalon, nyilván egyenlő létszámú két csoport volt, és mind a két csoportnak levetítették ugyanazt a rajzfilmet. Ez egy vicces vagy viccesnek szánt rajzfilm volt. És azt nézték, hogy melyik csoportnak mennyire tetszik. Ez még így önmagában nem lenne irányadó a mi kísérletünk szempontjából, de a következőt csinálták. Mindkét csoport minden tagjának adtak egy tollat, amit az embereknek a szájukban kellett tartaniuk. A csoport minden tagja, így. Ugye ez egy mosolyt generál az arcon tudattanul. B csoport minden tagjának, ez egy inkább egy szomorú arc. Ugyanazt a rajzfilmet megnézték, és A csoport minden tagjának általában, átlagosan, szignifikánsan, tehát egyértelműen jobban tetszett a rajzfilm, mint B csoport minden tagjának. Jobban élvezték. Ugye ebből azt a következtetést vonták le teljesen egyértelműen, hogy amit csinálunk, az visszahat ránk belülről. És akkor ennél megyünk egyel tovább, ami meg fogja magyarázni, hogy miért mondom én a tettetést, és ez szerintem egy nagyon érdekes és figyelemre méltó elmélet. Egy amerikai szociálpszichológusról szeretnék nektek egy pár szót mesélni. Ez egy hölgy, úgy hívják, hogy Amy Cuddy. És ez az Amy Cuddy, ez a Harvardon tanít szociálpszichológiát most, de nem indult ilyen könnyen az élete. 10 éves korában, talán 19 éves lehetett, de lehet, hogy 20, amikor egy nagyon súlyos autóbaleset érte. Agysérülése volt. És azt mondták neki az orvosok, hogy készüljön fel arra, hogy az ő élete már soha többet nem lesz olyan, mint amilyennek elképzelte. Visszaesett az intelligencia hányadosa, lassabban fog tudni tanulni, nem fogja tudni utolérni a többieket, és hát majdnem biztosra mondták, hogy érdemes lenne talán másféle terveket szövegetnie, mint amiket addig szövegetett. És ez az Amy Cuddy, ez hát úgy gondolta, hogy ez mégse legyen talán így, és nekiállt, és nagyon keményen elkezdett dolgozni azért, hogy az álmait megvalósíthassa. És aztán már a Stanfordra járt egyetemre, nagyon híres egyetem Amerikában, amikor kiderült számára, hogy ez van egy szituáció, ami neki nagyon nagy nehézséget okoz, méghozzá, amikor meg kell szólalni mások előtt. Bizonyosan ennek
sok oka volt. Általában az emberek nem szeretnek mások előtt megszólalni. Állítólag, nem láttam ezt a kutatást, csak sokan mondják, hogy a halál után a második legfélelmetesebb dolog Amerikában is, ahol mindenki úgy születik szinte, hogy mások előtt kell beszélnie, az a nyilvános beszéd. Ettől senki nem retteg jobban. Tehát, hogy ez borzasztó nagy feszély, frusztráció sok embernek. Na mindegy, őnek nyilván nem csak ez volt, hanem az is volt, hogy gyötrődött ezzel a balesettel, vagy a balesetnek az emlékeivel. És akkor volt egy tanára, aki azt mondta Éminek, hogy figyelj ide, semmi más dolgod nincs, mint csinálj úgy, minthogyha ezt te élveznéd. Ami most köszi, mondhatjátok, hogy jó, és hogy. És azt mondta neki, menj ki, és csinálj úgy. Szegény Émi úgy csinált, és előbb-utóbb elkezdte élvezni. De ez még most kevés lenne ahhoz, hogy itt elmeséljem ezt a történetet nyilvánvalóan, de Émi Kadinak ez annyira a fejébe vésődött ez a dolog, hogy ezt elkezdte kutatni. És a következőre jött rá, laboratóriumi kutatásokkal is alátámasztva, hogy függően attól, hogy az ember mit csinál fizikailag, hogyan áll, hogyan ül, hogyan tartja a kezét, milyen pozíciót vesz föl, ez visszahat a hormon szintjére. Két hormont vizsgáltak, a kortizolt, ez az úgynevezett stressz hormon, és a tesztoszteron, a dominancia hormon, és azt látták, hogy függően attól, hogy milyen szintek, milyen pozíciót vesz föl valaki, megváltozik nagyon gyorsan ennek a két hormonnak a szintje. És ezt hogy nézték meg? Megnézték, hogy mi van akkor, hogyha valaki ilyen domináns pozíciókban áll, mondjuk így, így, mindenféle pozíciókban állítottak embereket, mindenhogy. És utána köpni kellett, mert hogy a nyálmintából végezték el a kísérletet, és volt egy másik embercsoport, akiknek pedig ilyen kis gyenge pozíciókat kellett fölvenni. Tehát volt ez, ülve, nyilván nem tudom megmutatni, de el tudjátok képzelni, tehát mikor az ember kicsi és félénk és szorong ilyen pozíciókat, és azoknak is köpni kellett. És az derült ki, hogy akik azoknak a stressz hormon szintjük nagyon magasra emelkedett, és akik pedig domináns pozícióban, azoknak pedig ezek a stressz hormonok a szintje lecsökkent a szervezetükben. Befolyásolta a hormon szintjüket az, hogy hogyan álltak, hogyan ültek, hogyan várakoztak. Nem egy szituáción belül nézte ezt, hanem azt mondta ez az Émi Kadin, hogy nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha valaki egy fontos helyzet előtt valamilyen pozícióban van. Összehúzza magát kicsire, tudom én, még gondolkodik, hogy mit kéne mondania, vagy bemegy a WC-be, és így jár. És várjatok, nagyon érdekes, hogy mi történt. Oké, laboratóriumban igazolták, hogy akkor megváltozik a hormon szint, tehát ez még nem jelentette azt, ugye, hogy akkor azok jobban is fogadják. És azt csinálta, hogy két csoportot megint, vagy tök mindegy, nem egymás után jöhettek az emberek, de voltak, akiknek a bizonyos szituáció előtt, ugye, domináns pozícióba kellett állniuk, menniük, jönniük, ülniük, és egy másik csoportnak pedig ugye ezeket a gyenge pozíciókat kellett felvenniük, amit mutattam. És egy állás, egy képzelt állás interjún kellett részt venniük, amit felvettek videóra, és utána ezt a videót teljesen független bíráknak kvázi megmutatták. Tehát olyan embereknek, akik az egészről mit sem tudtak, nem tudtak pozíciókról, nem tudtak köpésről, nem tudtak hormonszintről, nem tudtak semmiről, csak az volt a dolguk, hogy mondják meg, hogy kit vennének föl, és kit nem. És egytől egyik felvették volna azokat, akik a szituáció előtt. És nem vették volna fel, akik gyenge pozícióban voltak. És még egyszer mondom, nem a szituáció alatt, csak a szituáció előtt. És a hormon szint megváltozása miatt. És ugye hát ez nagyon messzire vezet, amit mondunk, de ez csak egy példát akarok mutatni, hogy például, hogyha egy vizsgára készül az ember, általában hogy szokott, ugye? Ül a folyosón, és akkor még van a kezében mondjuk a könyv, és akkor még... Így, ugye? Mondjuk. Hát ez semmiképpen sem hat jó, irányba, abból kiindulva, amit ideig beszéltünk. Ehelyett azt mondja, hogy ez már ilyenkor késő, ehelyett, hát ha üldögélni van kedvünk, akkor... Így. Most valószínűleg, ha így mennénk a vizsgára, az a baj lenne. Ezért mondjam, hogy nem így kell bemenni a vizsgára. De előtte, ha az ember választ egy megfelelő pozíciót, annak komoly hatásai lehetnek arra nézve, hogy
utána mi történik. Szóval a tettetés, ez egy nagyon furcsa dolog. Ha az embernek semmi más ötlete nincs, akkor tettesse, és utána azzal fog válni. De most nézzük meg azt a szituációt, hogy mi van akkor, amikor van egy kommunikációs helyzet. Ott mi van a személyes varázsunkkal? Mit csinálhatunk? Ugye három dologról beszéltem, majd meg fogjuk nézni. És ez ki mondta, vagy nem látom, ki volt? És fel se írtam, hogy ugyanazt olvastuk, vagy csak figyeltél? Ez már jó. Tessék? Ja, nem 8. Az nem a figyelem szintjével van baj felnőttkorban, a kreativitásunkat szeretnék elnyomni bennünk nagyon sokan. Tehát melegség, erő, jelenlét. És kezdjük szerintem a jelenléttel. Egyébként ez a legfontosabb szerintem is. Mit értek ezen a jelenlétem? Nem tudom, hogy nem hiszem, hogy itt ezt a filmet bárki látta volna meg, mert nem baj, megkérdezem azt, hogy ez a Wall Street farkasa, megvan valakinek ez a film? Igen. Jó, tehát vannak egy pára. Na, aki látta, mindegy, ez egy elég különleges figuráról szól ez a film, és semmiképpen sem pozitív értelemben, de a film végén van egy jelenet, nagyon hosszú. Pali ezreket téveszt meg, rabol le, költi el a pénzüket gigászi öntöménezése, de ezeket nem látjuk, csak hogy azt, hogy ő hogy él, és a végén egy börtönbe zárják, de a börtönben is teniszpályákon játszik, tehát ez egy valódi történet, de a lényeg, amire elmeséltem, nem ez, hanem hogy a végén van egy jelenet a filmben, talán akik látták, emlékeznek rá, hogy a pasi bemegy egy terembe, ahol ülnek, mit tudom, 200-an, ilyen önfejlesztő kör, vagy valami ilyesmi, és akkor bemegy, és ott tart nekik előadást. És bemegy, és az ideig meg se szólal. Csak nézi őket. És egyszer lehet érezni, hogy a figyelemnek a szintje hihetetlenül emelkedik föl, és annyira ott van, annyira jelen van a pasas abban a szituációban, hogy egy légynek az ümögését is meg lehetne hallani. Ez a jelenlét, ez egy olyan érdekes dolog, hogy pontosan érezzük, nem biztos, hogy meg tudjuk fogalmazni, de ha valaki ott van, akkor tudunk rá figyelni. Még ha hásítunk is egyet. Ha valaki nincs ott, akkor nem tudunk rá figyelni. Most mi ez az ott van? A Marilyn Monroe-ról tartja magát az a történet, hogy ő be tudta kapcsolni ezt a jelenlétet. És meg tudta azt csinálni, hogy biztos mindenki tudja, ki ez a Marilyn Monroe, ugye? Nem kell elmondanom. Jó. Hogy nektek meg még mindegy. Ráértek Marilyn Monroe-ban. Szóval meg tudta azt csinálni, nagyon híres színésznő volt egyébként, borzasztó híres, tényleg. És meg tudta azt csinálni, hogy ment az utcán, és senki nem ismerte meg. Senki nem ismerte föl. És valaki le is írja ezt a történetet, hogy együtt voltak ebben egy ilyen szituációban, ment, és akkor kérdezte tőle, hogy most akarod, hogy megismerjenek? És akkor mondta ez a másik ember, hogy igen. És hirtelen megérkezett, hirtelen ott volt. És azonnal mindenki tudta, hogy ő az, és jöttek, és autógram. Ez a jelenlét valami nagyon-nagyon érdekes dolog. Amikor beszélnek hozzánk, akkor azonnal tudjuk, hogy az az ember, aki beszél hozzánk, az ott van, vagy nincs ott. És hogyha az a kérdés, hogy ezt hogy lehet erősíteni, ennek sok eleme van, de egyet meg szeretnék mutatni. Nem tudom, mennyi időm van még, azt nézem közben, hogy ne szaladjak ki. Gyakorlatilag lejárt. Úgyhogy akkor majd röviden fogom megmutatni. Kéne nekem egy önként jelentkező. Valaki? Vállal itt egy... Csod? Gyere! Úgyis vele van. Meggyőzően beszéltél, mielőtt én jöttem volna. Köszönöm szépen, hogy ezt a lehetőséget vállalod. Következő két feladatot szeretnénk Zsoltnak adni. Légy is odaálljál, hogy mindannyian lássanak téged, jó? És az egyik feladat az lesz, hogy egy pár szóban, mert nyilván mindenki ismer téged, de mutatkozz be, légy szíves a jelenlévőknek. De van egy fontos szabály. Az a szabály, hogy S betűt nem lehet használni. Jó? Tehát Z-t meg C-t lehet, S-et nem lehet. Jó? S betűt. És egy pár szóban, ki vagy, mivel foglalkozol? Tessék. Sziasztok. Kapitány Zsolt vagyok. Éppen ma voltam egy állásinterjú. Állás. Csak figyelj. Éppen ma voltam egy interjún, ahol saját magamról. Saját magamról. Éppen ma voltam egy interjún, ahol önmagamról kellett beszélni. És? És?
említettem, négyet. Az egyik a családi háttere volt, a másik. Másik. A következő az én... Várjál Zsolt, mielőtt folytatod. Az nem jó, hogy mondod, és ha van egy hiba, akkor majd utána cserélsz. Ne legyen hiba, figyelj, ne legyen S betű. Jó? Nagyon koncentrálj. A következő. Én most még folytathatod. A következő dolog volt a lelkészi szakma, azután a villamos mérnök. Villamos. A következő dolog volt a rádió hullámokkal foglalkozó dolgok, azt követően pedig a saját. Jó, ne kínozzuk Zsoltot tovább, megbeszéljük, várj, maradj még. Ez... Na, én tuti nem fogok ilyen tapsot kapni, látod? És csak kijött és mondtál 8 mondatot. Ennyi. Ha az emberek valami nem sikerül, de azt nagyon jó fejmódon csinálja, annál szimpatikusabb dolog nincs. Na, de van még egy feladat. Most egy rövid időre azt kéne, hogy képzeld, hogy egy fotós vagy, jó? Egy fényképész. Rendben. És mikor akik itt ülnek az első, 1, 2, 3 sor, tehát ezt nem számít be, ezt a 3 sorban ülő ember, akik itt ülnek, róluk kell csinálni egy fényképet. Oké? Okay? Hát csak így találomra, tudod, így klikk, ennyit. Hát, igen, de az nem jó nekünk, ahogy ők ülnek. Nem jó ott a gépünkbe. Tehát azt kellene csinálni, hogy ezeket az ember fel kéne állítani, és egy picit úgy átrendezni őket, jó? És utána egy fotót csinálni róluk. Jó, megvan, mindenkit mosolyogtassál meg, ez az, jó, hogy itt vagyunk, fotó, jó? Ez a feladat. Tessék, mindent lehet mondani, csak maradj itt, de, jó, de nem menj oda. És te bár, az a feladat, hogy mozgass, és nem, S betűt is mondhatsz, jó? Mehet, tessék. Jó, igen. Akkor ti hárman menjetek a következő sorba, Borcsa és fiúk, négyszer, jó? Bence, ez nagyon jó, hogy mosolyogsz. Zsolti, itt fogjátok megkérdezni a létszíves. Mint a foci csapatoknál szoktak, jó? Ti maradjatok ott. Az első sor egy kicsit kukoljon. Jó? Hogy üljetek le, ti így keresztbe fogjátok meg Zsoltit. Jó? Mint a foci csapat lenne. Gyorsan. Ó. Jézus! És akkor? Azért odébb fogjuk, jó? Gyorsan fotózz, gyorsan jó! És akkor két. Köszönöm szépen, hát ez csodálatos, hogy foglalj helyet, köszönöm. Köszönöm, most nem maradhatok ott. Egy kérdés, melyik szituációban volt a Zsolt inkább jelen, szerintetek? Igen, és miért? Mit értünk ezen? Tessék? Nem félt. Úgy tűnt, mint az elsőben félt volna, ez érdekes. Oké, mi még? Miből gondoljuk, hogy a másodikban jobban jelen volt? Tessék? Kreatívabb volt. Mit láttunk? Tessék? Ne, élvezte? Miből látszott, hogy élvezte? De miből látszott? Oké, nem mondta, most játszom. Aha, gesztikuláció, mi volt még? Aha, kapcsolatban volt az emberekkel, így van. Nem kellett koncentrálnia itt, hanem rájuk koncentrált. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az első feladatban nem mint olyan nagyon koncentrált valami, nem tudta megoldani. Erős koncentrációval meg lehet oldani egyébként, nem könnyű. De mi volt az első szituációban? Kapitány Zsolt vagyok, ma voltam egy... Hát ugye ott meg kellett volna gondolni, hogy állásinterjú, de ő nem gondolta meg. Egy szó mint száz, arra figyelt, hogy mit mondjon. A második szituációban pedig mire figyelt, hogy akik ki vannak neki adva feladatként, azok megtalálják a helyüket, azok tudják tartani, mindenki beálljon és legyen egy fotó. Máshova koncentrált. És ez egy óriási differencia. És majdnem minden olyan szituációban, amikor egyébként megmutathatnánk, hogy kik vagyunk, akkor van bennünk egy erős valamilyen fék, vagy megfelelési kényszer, vagy elvárás önmagunkkal szemben, hogy nehogy majd valami butaságot mondjunk, hogy biztosan azt mondjuk, és úgy, és nem tudom, csoda, ahogy ott kell, és ezért iszonyú erővel koncentrálunk arra, hogy mit kéne mondanunk.
De ha arra koncentrálunk, hogy mit kéne mondanunk, akkor az a hatás van a többiekben, amit Zsoltból is, bár persze ugye ez egy vicces szituáció volt, de amit itt gyorsan beazonosítatok. Úgy tűnt, mintha félt volna, egy kicsit zárt volt, nem ránk figyelt, máshova nézegetett. És az emberek ezt így azonosítják be. Amikor rájuk figyelt, akkor hirtelen elkezdett működni a gesztikuláció, nézte őket akár csendben, lehet, hogy eltette a kezét, de volt kapcsolat. Volt kapcsolat. És ez például, ez nagyon erősen ez jelenlét, a másik nem jelenlét. És ez, ennek a képessége, hogy az ember tud-e arra figyelni, hogy akik ott vannak, ahol ő, és akiknek az lenne a dolguk, hogy ráfigyeljenek, vagy azért vannak ott, hogy ráfigyeljenek, azok vajon tényleg figyelnek-e rá? Azaz kapcsolatba lép velük, ha ezt csinálja az ember, és elfogadja azt, hogy nem az a cél, hogy szó szerint valamit visszaadjon, hanem az a cél, hogy átadjon gondolatokat. És hogy elhiszi, hogy intuitív módon, amit egyébként tud, meg amivel foglalkozott, azt úgy is át fogja tudni adni. Hiszen amikor beszélgetünk, akkor is tudunk beszélni egymással. Az jelen tud lenni. Ez nem fog egyik pillanatra a másikra működni, de az emberek ezt iszonyú erősen érzik, és ez a jelenlét a személyes varázs egyik legfontosabb eleme. Amikor ott vagyok valahol, akkor legyek ott. Ne azon gondolkozzak, mi legyen a következő mondatom. Ne azzal foglalkozzak, hogy mit fog csinálni, amikor vége van ennek. Egy fél lépéssel se járjak azok előtt, akik ott ülnek velem szemben. Hanem 100%-osan rájuk koncentráljak, és próbáljam meg összekötni őket azzal a tartalommal, amit idehoztam. És ne azon gondolkozzak, hogy... És ha valamit nem tudok, mondjuk persze akkor az a szerencsés helyzet van, hogy idejövök. Megnézem és folytatom. Nem kell egyszerre két dolgot csinálni. Akkor nem tudom, akkor idejövök, megnézem. Mikor tudom, akkor mondom. Tehát a koncentráció az a jelenlétnek az egyik legfontosabb eleme. De van itt még más is, és ez már kapcsolódik az erőhöz. Két dologról tudjuk, hogy nagyon komolyan erősíti azt az embert, aki beszél hozzánk. Az egyik, az a mozdulatlanság, a pozíció. Ha valaki állandóan járkál, pláne így, túl azon, hogy elszédülünk tőle, az az érzésünk, hogy valami nem oké. És jó is az érzésünk, mert a legtöbb ember azért járkál így, mikor járkál beszéd közben, de nincs ott, hanem gondolkodik. Gondoljatok bele, hogyha valaki most beszaladna, és azt mondaná, hogy tűz van, biztos nem úgy szól, figyeljetek, tűz van, ki kell menni. Ez, ha fontos valami, akkor nem ugrálunk, nem mozgunk, nem szaladgálunk, nem sétafikálunk. Ez egy olyan dolog, amit például lehet fejleszteni. Meg kell tudni állni. Az emberben persze van energia, és azt valahogy le kell tudnia vezetni. Ennek van itt elég tér arra, hogy ezt levezessük. De a pozíciónk itt, annak stabilnak kell lennie. És a másik ilyen dolog, az a szünet. Kell tudni csöndben maradni. Mert a szünetben történnek meg a fontos dolgok. Akkor esik le az embereknek, hogy mit hallottak. Akkor van idejük megemészteni az elmondottakat. Akkor van időm nekem végig gondolni, hogy mit kéne ezután mondanom. Akkor van időtök arra, hogy egy picit fellélegezzetek. A csönd, az szerintem az erőnek a legtökéletesebb eszköze kommunikációs helyzetben. Az a gond, hogy nagyon nehezen tudjuk használni, és azt is megmondom, hogy miért. Ha valaki itt áll, akkor másképp érzékeli az időt, mint amikor ott ül. Mert ez egy érzelmileg kiélezett szituáció. Bármennyire is egy kedves, barátságos, befogadó szöveg, a közönség előtt próbál szövegelni az ember, itt állni az érzelmileg valamilyen értelemben feszültséget okoz. És érzelmi feszültség alatt az embernek megváltozik az időérzékelése. Nagyon extrém esete ennek az, amikor az ember balesetet szenved, velem volt ilyen, felborultam a kocsival, beborultam az árokba. És akkor nem véletlenül mondják ilyenkor, hogy ez a lepereg életem filmje. Úgy éreztem, hogy egy örökké valóság, amíg megérkezünk, és a kocsi a feje tetején van, de nekem nincs bajom, és a barátnőmnek sem volt baja, és kiszálltunk, és életbe voltunk. De az egész nem volt több 10 másodpercnél. Csak az embernek olyan erős a hatás, ami éri, hogy így megnyúlik az idő. És kicsiben ugyanezt történik, hogy itt állunk.
ott ül velünk szemben az a sok ember, vagy csak egy, teljesen mindegy. És úgy érezzük, hogy ha tartunk egy szünetet, akkor az nem jó, ott baj van. És túlértékeljük, úgy gondoljuk, hogy egy rövid szünet egy hosszú szünet, és ezért nem tartunk megfelelő hosszú szünetet. Mindig hosszabb szünetet kell tartani, mint amekkor a szünetnek, amekkor a szünetet helyén valónak gondolunk. Sok ember hadar, gyorsan beszél, én is. Ezt nagyon nehéz megváltoztatni, sőt, egy ilyen iszonyú belső figyelmet igényel, és nem is jól működik. De azt, hogy mikor tartunk szünetet, azt meg tudjuk változtatni. Meg tudjuk választani. És meg tudjuk tanulni. Tehát szünet és mozdulatlanság. És a harmadik dolog, amit nem fogok tudni már bemutatni nektek, mert elment az időnk, de el tudom mondani, hogy ez a melegség. Csak mennyi az idő? Most 13. Van még akkor 5 percünk. Szeretnék valakit kérni, hogy mégiscsak, hogy jöjjön ki még. Valaki vállalkozom, valaki legyen olyan kedves. Minimális dolgot fog kérni, nem kell. Nagyon szépen köszönöm, gyere egy pillanatra. Okay. Hello. Batiz András. Anna vagyok, Süket. Szia. Anna? Igen. Anna. Anna, fordulj. Nem, én vagyok, Süket. Fordulj szemelőc és a többiekkel. És azt szeretném kérni, hogy tedd meg, hogy egy... Elmondom, mit csinálunk, ugye, mielőtt... Nem tudod, nem mondtam el. Tehát azt gondolom, hogy megválaszthatjuk, amikor egy ilyen szituációba kerülünk, hogy milyen kapcsolatba akarunk lépni azokkal, akik előtt beszélünk. Miért olyan nagy dolog ez? Azért nagy dolog, mert általában ez úgy működik az ember fejében, hogy kijön egy ilyen helyzetbe, mondjuk felelni, vagy bemutatkozni, vagy beszélni egy bármilyen szituációban, és akkor majd annak függvényében, hogy mit kap a közönségtől, majd annak függvényében ő reagál valahogy. Tehát reaktív módon közelítjük meg ezt a kérdést. És én azt gondolom, hogy igenis lehet arról dönteni, hogy az ember milyen kapcsolatot teremt másokkal. És a legjobb módja ennek az az, hogy fizikailag, ha tudjuk, hogy bizonyos kapcsolatok milyen fizikai attribútumokat hordanak magukon, akkor ezt meg tudjuk csinálni, és az vissza tud ránk hatni, mint ahogy a mosoly vissza tudott hatni azokra, akik jókedvűek lettek és fordítva. Tudom, mennyire volt világos, semmire vagy az volt. Tehát az a kérdésem, hogy te meg egy pillanatra úgy állsz, itt fordulj szembe a közönséggel, hogy ez hogy ilyen semlegesen. Tehát, mint aki nagyon neutrális azokkal szemben, akik. Aha, oké. Okay. És most tedd meg, hogy úgy állsz, mint akit nem érdekel az ott. Itt élő. Uh-huh. Aha, és most tedd meg, hogy úgy állsz, akit nagyon frusztrálnak azok, akik itt vannak. És most tedd meg, hogy úgy állsz egy pillanatra, mint akit nagyon érdekelnek azok, akik itt vannak. Hogy áll az, aki érdeklődik irántuk, aki törődni akar azokkal, akik itt vannak. Hogy mutatunk törődést azoknak? Lehet segíteni Annának, hogy mutatunk törődést? Lehet mondani. Aha, milyen érdekes, hogy ennyi. És megváltozik az ember. És hogy áll valaki szerinted, akit inspirálnak azok, akik ott ülnek vele szemben? Nem tudom. Aha, de még szélesebb, ennyi. Kinyílik az ember arca, és így csinál. Ez az inspirált. És az nagyon érdekes, csak ennyit szerettem volna, köszönöm szépen, nincs többre időnk, de hogy az ember... Az ember tud dönteni. Most ha lenne időnk, akkor megnéznénk, hogy milyen, amikor ebbe beszél is, és hogy nagyon gyorsan tud váltani az ember, akinek semmilyen tapasztalata nincs az is. Én vagyok színész. Ez nem színjátszás. Gondoljatok bele, hogy hány és hány különböző szerepünk van az életünkben. Hogy amikor bent beszélünk a tanárral, milyenek vagyunk. Amikor az állásinterjún vagyunk, tényleg állásinterjún voltál? Állásinterjún vagyunk, hogy beszélünk azzal, aki ott ül velünk szembe. A főnökünkkel hogy beszélünk? Vagy ha vezetünk és megállít a rendőr, hogy beszélünk a rendőrrel? Iszonyú gyorsan és nagyon hatékonyan tudunk szerepek között váltani, de általában a szituáció alá rendeljük a szerepeinket. És én meg azt gondolom, hogy a szerepeink alá rendelhetjük a szituációt, és azt mondhatjuk, hogy igenis érdeklődően akarok beszélni azokkal az emberekkel, akik velem szemben ülnek. És mi az érdeklődés? Ez. Ennyi. Ennyi. Ez az érdeklődés. Kinyitom a szemem, így csinálok a kezemmel, és azt fogják érezni azokat, és azzá is fogok válni. És egy nagyon érdekes dolgot hadd mondjak nektek, hogyha erre is gondolok közben, az olyan erős hatással lehet, hogy a más többi ember érzi. Olvastam, de egy közeli ismerősöm tollából egy beszámolót, egy coaching, egy ilyen fejlesztő szemináriumon tapasztalták meg a következőt. Leültettek egymással szembe párokat, coachokat képeztek, ilyen személyi tanácsadókat, és az volt a feladat, hogy az egyik, ugye mindenki coach volt itt, de hát eljátszották, hogy az egyik a coach, másik az, akit coacholnak, az, akinek segítenek. És egyik sorba ültek a
kócsok, és másik sorban azok, akiknek valami gondjuk volt, vagy hát akiken segíteni kellett. És az volt a feladat, két változatot csináltak. Az egyik félnek, aki ott volt a kócsnál és beszélt, annak beszélnie kellett, el kellett mondani a problémáit. Vagy hát, hogy miről mit gondol. A kócsnak meg csak figyelnie kellett. És egyik alkalommal úgy kellett rá figyelni a másik emberre, hogy jó, hát majd meghallgatom ezt a problémát, és hogy részben biztos ő is tehet róla, hogy ilyen helyzetbe jutott, de majd találunk rá valami megoldást. Másik szituációban úgy kellett figyelnie a coachnak arra, aki beszélt, hogy ez az ember meg tudja oldani a problémáját, rendelkezik a megfelelő erőforrásokkal, és én fogok tudni neki ebben segíteni. És a két különböző koncentrációt, ők nem beszéltek, csak hallgattak. És azok, akik velük szemben beszéltek, azok érezték a kettő között a különbséget. Ennek valami szerintem óriási jelentősége van. Az a jelentősége, hogyha én nem csinálok semmit, csak úgy nézek és úgy figyelek rátok, hogy azt gondolom, hogy az a dolgom itt, hogy adjak át nektek valamiféle ilyen tudás, vagy tapasztalat, vagy a kettőnek valami elegyét, mert az nektek segíthet, és hogyha én erre gondolok, akkor ezt ti fogjátok érezni. És hát még ha tudom, hogy fizikailag mit kell hozzá csinálnom. Ráadásul nem is utolsó szempont ez abból a szempontból, hogy az embernek, mikor kiáll valahová beszélni, akkor millió egy problémája van, hogy mit csináljon, hogy csinálja, hova tegye, hogyan. És hogy tudom, mit csinál egy érdeklődő ember, ennyit csinált az annak. És működik. És ez nagyon sok, tehát a pozitív megközelítés, a melegség, az a személyes varázsnak a harmadik összetevője, hogy arról beszéltünk. Tehát mit mondtunk, azt mondtuk, hogy a... Tehát a jelenlétet beszéltük itt, de egyébként ez volt a saját melegség, erő és jelenlét, de itt fordított sorrendben néztük. Jelenlét, ezt ugye megbeszéltük, ez a koncentráció. Erő, szünet és pozíció. És a melegség pedig az a pozitív, itt megjelenő és itt megjelenő kisugárzás, amit éreznek azok, akiknek beszélünk. Ezt a három elemet lehet tanulni, lehet fejleszteni, lehet gyakorolni. Természetesen tegyük hozzá, hogy beszéltünk, mi van a különböző szituációk előtt, mi van a különböző szituációk alatt, és mi van a különböző szituációk között. Hát az nem baj, ha úgy is élünk, és úgy is dolgozunk, ahogy azt szeretnénk utána, hogyha a személyes varázsunkkal együtt rólunk jó benyomást kapjanak az emberek, ha valaki tudja, vagy látja, hogy mi hogyan élünk. És azt hiszem, hogy ebben hát a legjobb helyen vagyunk, mert szerintem erre nézve az én nagyszüleim sírfeliratát tudom idézni, akiknek az van a sírjára írva, hogy úgy dolgozzál, mintha örökké élnél, és úgy imádkozzál, mintha mindjárt meghalnál. És akkor biztos, hogy ezt a részét jól csinálod a dolgaidnak. És egy legutolsó mondat, és akkor befejezem. Egyrészt beszéltünk arról, hogy látnak minket emberek, és hogy a kommunikáció az a terület, ahol a legjobban meg tudjuk mutatni a személyes varázsunkat, mert azt csináljuk a legtöbbször, de oda kell figyelnünk, mert nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan megítélnek minket az emberek. És beszéltünk arról, hogy ez a személyes varázs ez egy nagyon összetett dolog, és sokan sokfélét gondolnak róla, de ez a melegség, erő, jelenlét, ebből a hármassal ez kifejezhető, és hogyha ez megvan, akkor ez működni fog. És beszéltünk arról, hogy ezt hogy lehet megcsinálni különböző szituációkban. Beszéltünk arról, hogy nagyon érdemes tudomásul venni, nem az a lényeg, hogy minden szót helyesen mondjak, hanem az, hogy lássam azokat, ne csak nézzem, akik ott ülnek velem szemben. És ne azt gondoljam, hogy nekik csak azért kell rám figyelniük, mert én itt vagyok, hanem figyeljek én is rájuk, mert akkor nagyobb eséllyel fognak ők is rám figyelni. És hogy az erő az abból jön, hogy merünk-e csöndbe maradni, és tudunk-e jó pozíciót választani. És hogy a melegség pedig abból a kisugárzásból jön, amit itt is meg lehet mutatni. És egybe biztos vagyok, olyan nincs, hogy valaki mindenkiben pozitív benyomást tud kelteni. Mindannyiunk néhány embernek szimpatikus, más embereknek kevésbé. Ez nem baj. Az viszont fontos, hogy a személyes varást el is lehet veszíteni. Ha valaki megtalálta, meg tudja alkalmazni, meg esetleg úgy született, az egy dolog. De ha nem dolgozik rajta, ha nem figyel oda, ha nem úgy él, ahogy ezt egy mondatban megpróbáltam megfogalmazni, akkor bármennyi sokat maradt csöndbe, azzal nem fog túl sok mindent elérni. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Remélem így már hallatszódni fog. Szóval Batiz Andrásnak el kell menni, ezért szeretnénk most az előadás végén rögtön meg is köszönni azt, hogy megosztottad velünk ezeket a gondolatokat. Szerintem mondhatom mindannyiunk nevében azt, hogy elvarázsoltál minket. Úgy láttam, többen jegyzeteltek is. Úgyhogy megkérnélek még, hogy fáradj ide előre egy percre. Ez első sorrend az ez. Ezt. Köszönetképpen. Hol volt az édelkártya Izrael szentélye? Nagyon jó, nagyon szépen köszönöm. És a világot pedig kedves feleségednek, Debre Krisztinának, úgyhogy ezt tolmácsolt felé is. Azt mondasz, amit akarsz. Köszönjük szépen. Szeretném felkonferálni a következő konferálót, aki tudja, hogy mi következik. De szerintem szégyen gyalázat jön, ugye? Ti jöttek. Gyertek, akkor fogadjuk nagy szeretettel a szégyen gyalázatot, nagy tapssal, és hallgassuk meg őket. Sziasztok, nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Én már is gyakorolhatom, hogy most meghallgattam. Nem fog menni egyébként, mindegy. Most egy ilyen csökkentett kiadást hallgathattok meg. Szégyengyalázat 2/5 része plusz Takács Éva plusz Kovács Janka. Próbáltuk lefordítani az énekeket erre a zenei nyelvezetre. Szerintem jól sikerült, de majd most meghallgatjátok és eldöntitek ti is. Nem tudom, hogy van-e itt valaki, aki egyébként egyáltalán nem hallott semmit még ebből a folkos... Nincs. Ezt mutogatod? Na jó. Szóval ez úgy néz ki, hogy van egy rockbanda, és van egy népdalénekes, meg van egy kórajú tanuló lányzó, aki amúgy nagyon jól írhegedül. Úgyhogy fogtuk a magyar népzenét, a kelta népzenét, meg a rockzenét is így összegyúrtuk. És akkor abból született meg az, amit most hallani fogtok. Fogadjátok szeretettel. Thank you.
sorsunk el vagyon rendelve, felségednél sorsunk el vagyon rendelve. Oh,
most következő ének, ez egy ismertebb dicsőítő ének, ezt nevezem így. Aki ismeri, az teljes korsággal csatlakozhat.
szólban látlak, szívembe várlak, szerelmes Jézusom. Téged kedvellek, szívből szeretlek, írgalmazni. Money.
közben járunk, légy szabadítunk. Mi atyánk, Úristen, hallgass meg minket.
ismert ifjúságok, illetve hát a régebbi ifjúságok által sokat ismert, sokat énekelt ének következik. Azt szokták mondani, hogy a mű az magáért beszél, de most mégis fűznék pár szót. Annak idején, amikor ezen az éneken nagyoltuk és megírtuk hozzá a különböző részleteit, meg felépítettük, akkor nagyon sokat agyaltunk azon, hogy hogy lehetne kifejezni azt, hogy egy viszonylag hosszabb imádsága Isten jelenlétében töltött idő végén az Isten így egyszer csak így fog, és nem úgy, ahogy te számítasz rá, hanem teljesen máshogy megérint. Szeretném, hogyha így gondolkodnátok, miközben hallgatjátok, és hogyha van kedvetek, ilyen titek vagyunk. Thank you.
áldás tápláló. Minden dolgaimban csak ő az én igazgatóm. Nem hagy engem teljessége megnyomorodnom. Életemben nem hagy engem megromlanom. Csak az Isten én lelkemnek vezére, a gonosztól én életemnek eltérítője. Az ő áldott szent nevének nagy dicséretére, az igazságnak ösvényét viselője. Azon kérlek én, Istenem, tégedet, környékezd meg te kedveddel az én életemet. Te hírgalmaságod biztassa az én szívemet. Te jó voltod, bírja az én életemet. Hogy csak néked élhessek-e világon, vigy engemet, Uram, örökre a más világon. Mert nincs tökéletes boldogság itt e világon. Csak te vagy, Úristen, az én vigasságom. Mielőtt még messzire mennétek, szeretnénk nektek is megköszönni a közöttünk végzett szolgálatotokat. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Szégyen és Gyalázat koncertje nem szégyen és gyalázat volt, hanem nagyon tartalmas és minőségi. Régi emlékeket idézett fel bennem az ír zenével kapcsolatban. De a lényeg az, hogy néhány ajándékkal szeretnénk megköszönni személyesen, úgyhogy egyenként hagy adjam oda egy-egy könyvet. Illetve közösen kapnak még egy doboz csokoládét, valamint a kedves hölgy tagoknak még jár egy-egy külön virág, és ezekkel szeretnénk megköszönni a mostani tartalmas zenét. Befejezésképpen imádkozunk egyet, adjunk hálát a mai alkalomért. Remélem ez Istené, ez a virág, ami még maradt, úgyhogy ezt neki ajánljuk oda. De köszönjük meg imájunkban is neki. Imádkozunk. Köszönjük neked, Úr Jézusunk, hogy adtad ezt az alkalmat. Köszönjük neked az előadást, Andrásnak az előadását, hogy itt volt velünk. Elmondta minden tapasztalatát, élményét, amit akár a kommunikációban megtapasztalt, meglátott. Nagyon hálásak vagyunk érte. Köszönjük neked a koncertet is. Tudjuk, Urunk, hogy ez neked szólt, hozzád szólt, és te rólad szólt. Köszönjük neked, hogy ebben is részt vettünk. És kérlek téged, Uram, hogy áld meg a beszélgetéseinket, legyél itt velünk közöttünk, és add, hogy tudjuk a kapcsolatainkban és az egymással való beszélgetésünkben is megérteni azt, hogy te mindenhol ott vagy. Ott vagy abban is, amikor majd elindulunk haza, amikor megérkezünk az utunkon is, velünk vagy, óvol minket, védel, és bármi történik is velünk közben, de tudjuk azt, hogy te mindenhol ott vagy. És hogy legyen ez a bizonyosság a mi életünkben, hogy amikor elmegyünk, akkor
nem egyedül megyünk, hanem te mindenhova jössz velünk. Így áld meg a mi éjszakánkat is, a hozzáutunkat, hogy valóban tudjuk azt, hogy van egy olyan Istenünk, aki mindennél hatalmasabb a mi beszédünkben, az énekeinkben, a beszélgetésünkben. Legyél így velünk. Amen.